a hét szépségű király kisasszony. Hol volt, hol nem volt. Hetet hét országon is túl. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz fia. Úgy hívták, hogy Kolontos Bandi. Na, nem is hiába hívták Kolontosnak ezt a legényt, mert csupa ostobaság volt minden cselekedete. Az apját, az anyját majd felvetette az erős búbánat, hogy a fiúk mindenükből kiforgatja őket a nagy ostobaságával. Egyszer többek között azt mondja az asszony a fiának. Eredj, fiam, öntözd meg a virágokat, mert a nagy melegségben mind elszáradnak. Fogja magát Bandi, lemegy a pincébe. Volt ott három akóbor. Felviszi a kertbe, s ráöntözi a virágokra. Sokszor látta, hogy az emberek, ha bort isznak, jó kedvük kerekedik, s amint a bort elöntözte, még meg is kérdezte a virágokat. Jó kedvetek van, ugye? Meghiszem azt. Máskor meg azt mondták neki, hogy hintse meg az udvart homokkal, hogy legyen egyenes. Hanem Bandi azt gondolta, hogy jobb a liszt a homoknál, s ami liszt volt a háznál, azt mind elhintette az udvaron. Jő ki az apja, s nézi, hogy mit csinált Bandi. Jaj te világbolondja, te mit tettél? Nem bizony, nem elég egyenes az udvar? kérdezte Bandi. Őszem megállj mindjárt, meg én. Előkapott egy husángot, jól megnadrágolt a bandit. De nadrágolhatta, attól ugyan nem jött meg az esze. Telik múlik az idő. Gondolja az ember, talán egy kicsit megjött a bandi esze, s mondja neki. Eredj, fiam, etesd meg a disznókat, hadd feküdjenek le aztán. Kimegy bandi, megetette a disznókat, de mikor jól laktak, fogta magát, addig verte egy bottal őket, míg el nem nyúltak az olban. Azzal bemegy nagy örömmel az apjához, mondja. Apám, én lefektettem a disznókat! Kimegy az ember, hadd lássa, mit csinált Bandi. Hát, uram, teremtöm, a disznók mind meg voltak dögölve. Elővesz a husángot az ember, megint jól megnadrágolja Bandit. De bizony nadrágolhatta, attól ugyan nem jön meg az esze. Estére kerekedik az idő, lefekszenek, de sem az ember, sem a felesége nem tudott aludni. Sóhajtoztak, tűnöttek, mit csináljanak ezzel az istenverésével. Ha valahogy meg nem szabadulnak tőle, előbb-utóbb koldusbotra botra juttatja őket. Eltervezték, hogy akármilyen keserves legyen is a szívüknek, kiviszik az erdőbe, és ott hagyják. Ahogy lesz, úgy lesz, menjen amerre a merre a szemelát. lát. Ilyen, ahogy élhet. Bandi úgy tett, mintha aludnék, még nagyokat is horkolt. Jól hallotta, hogy mit egyeztek az öregek. Reggel fölkelnek, s mondja a szegény ember Bandinak. Na, fiam, gyere az erdőbe, vágjunk fát. Kimennek az erdőbe, s mikor egy jó sűrű helyre érnek, mondja az ember Bandinak. Te csak maradj itt, fiam, vág le egy-két szál fát, én meg tovább megyek az erdő másik felébe, hát, holt még szerbeket találok. Bandi nem szólt semmit, úgy tett, mintha ott maradna de alig ment az apja tíz-húsz lépésre, ment ő is utána. El sem maradott mellőle. Eleget okoskodott az ember, hogy így meg úgy maradjott, nézd ezt a fát, milyen szép, nézd azt, még szebb az. Beszélhetett akár a fekete földnek. Bandi nem maradhatott el mellőle. Mit volt mit tenni a szegény embernek? Látta, hogy nem tud megszabadulni Banditól, nagy búsan hazaindult, Bandi meg mindenütt utána. Amint megy, mendegél hazafelé, szembe jön vele egy ősz öregember, s kérdi. Átkán, miért olyan szomorú földi? Hogy ne volnék szomorú öregapám, mondja az ember, mikor ez az egy fiam van, s ez is olyan kolontos. Egyet se kent, adja nekem a fiát, én majd eszére térítem. Hát jó szívvel odadom, mondja az ember, csak elmenjen kegyelmeddel kérdi a fiától No bandi fiam elmenné le ezzel az öregemberrel Elén csak jó dolgom legyen mondotta az ősz öregember Ne félj fiam nálam jó dolgod lesz Azzal elváltak egymástól a szegény ember ment hazafelé bandi is ment az ősz öregemberrel ellenkező irányba keresztül a rengeteg erdőn három nap s három éjjel folyvást mentek, meg sem állottak. Megszólal egyszer Bandi. Öreg apám, adjon ennem, mert amióta hazúró eljöttem, még egy befaló falát sem ettem. Jó van, fiam, egyél, mondotta az ősz öreg ember. Azzal belenyúlt a zsebébe, kivett onnét három kenyérmorzsát, s Bandi úgy jól lakott abból, mint a három nagy kenyeret evett volna meg akkorát, mint egy taliga kerék. Tovább mentek, mendegéltek, hát egyszer jön velük szembe két oroszlán. Megijed Bandi szörnyűképpen, azt hitte, hogy most vége az életének. De az ősz öregember csak egyet piszentett, s az oroszlánok egyszeribe visszahúzódtak a sűrűségbe. Aztán ismét fölkerekedtek, s tovább mentek, mendegéltek, rengeteg erdőből nagy pusztaságba értek nagy pusztaság szélén tengernek partjára. Tengernek partján volt egy nagy nyárfa. Arról leszakasztott az öreg ember egy levelet, beledobta a tengerbe, s ím, halljatok csodát! A nyárfa levél egyszeribe csónakká változott. Szépen beleültek a csónakba, hét nap és hét éjjel folyton folyvást eveztek a tengeren, úgy értek a másik partjára, és mikor oda kiléptek, a csónak ismét visszaváltozott nyárfa levélnek. A tengernek ezen a partján is volt egy nyárfa, s az ősz öregember a nyárfa levelet feldobta a többi levél közé. Innét is tovább mentek, mendegéltek, s egy rengeteg nagy szikla hasadékába értek. Ottan volt két mohágy, abba szépen lefeküdtek. Mondotta az ősz öregember, feküdj le, fiam, Aludj, mert reggel korán kelünk, s kezdődik a tanítás. Lefekszenek, és még alig mallott, fel is kelnek. Aztán az ősz öregember előszedett mindenféle nagykönyveket. Azokból három naps három éjjel folyton olvasott, magyarázgatott, de olvashatott, magyarázgathatott, Bandi éppen olyan bolond, éppen olyan kolontos volt, mint annak előtte mondotta az ősz öregember. Na, fiam, látom, hogy így semmire sem megyek veled. Majd másképp próbálom. Elővette egy aranykalapácsot, és azzal mindennap koppintott egyet Bandi fejére. Ez így tartott fél esztendeig, s hát Bandiból olyan okos ember lett, hogy alig fért a sok okossága fejében. Megtanította az öregember mindenféle tündérigékre, de még arra is, hogy kell a nyárfa ágából mindenféle drága süteményeket csinálni. Mikor aztán mindenféle mesterkedésre kitanította, mondotta az ősz öregember. Na most, fiam, eregy Isten hírével! Próbálj szerencsét! Három kenyérmorzsát adott Bandinak, és azzal útnak keresztette. Megy mendegél Bandi erdőkön-mezőkön által, és mikor megéhezett, csak megevett egy morzsát, s úgy jól lakott, hogy egy hétig vígan mehetett tovább. Mikor aztán megette mind a három morzsát, csak levágott egy nyárfágat, földre csapott vele, s annyi drága jó sütemény volt előtte, hogy meg sem győzte enni. Na, telik múlik az idő. Talán már egy esztenyde is elmúlt, ha jól meggondolom, kettő is, három is, hogy Bandi elvált az ősz öregembertől. Egyszer, amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, lát egy kicsi házat. Be akar menni, de hát nincs ajtón kilincs. Hát, ha nincs, az sem baj. Eszébe jutottak a tündérigék, amelyekre az ősz öregember tanította. S mondotta az ajtónak. Gingalló, szent ajtó, nyíj fel magadtól! Fölnyílik az ajtó, bemegy a házba. S hát abban a házban nincs egyéb, csak egy asztal, és az asztalon egy nagy könyv. Az volt írva a könyv táblájára tündérbetűkkel: A hét szépségű király kisasszony könyve. Felnyitja Bandi a könyvet, nézi, vajon mi van írva belé. Az volt beleírva, hogy annak a királynak, akinek most éppen az országában vándorol, olyan szép lánya volt, mintha a világ hét legszebb lányából szőtték, fonták volna össze. Ezért volt az ő neve, hét szépségű Egyszer Kecskebak, a kecskék királya, elment a hét szépségű s megkérte a kezét. Hét szépségű nagyot kacagott. Mit? Te förtelem! Még te mersz idejönni? A legelső királyfiak kérték a kezemet, azoknak sem adtam. Eltakarodj a szemem elől! Elment a kecskebak nagy búval bánattal, s nagy bújában, bánatában leugrott a legmagasabb szikla tetejéről, s meghalt szörnyű halálnak halálával. Megtudták a kecskék, hogy mi történt a királyukkal. Összeállott tizenkettő, a legnagyobb s legerősebb. Ének idején belopóztak a király palotájába, s mikor a király kisasszony aludt, szarvukra vették az aranyos nyoszóját, s elnyargaltak vele, mint a fergeteg az volt írva tovább a könyvbe, hogy ettől a háztól 77 mérföldre aranyszínű föld alatt van még egy ilyen könyv, abban van megírva, hová merre lett a hét király kisasszony. Nem volt bandinak maradása, ment hegyeken völgyeken át, s addig meg sem állott, míg azt az aranyszínű földet meg nem találta. Ott megállott, s mondta, Gingalló szent ajtó, bűvös könyv, légy itt fönt. Abban a pillanatban megnyílt a föld, s kiemelkedett belőle egy nagy könyv. Annak az volt írva a táblájára. A hét szépségű könyve. Felnyitja a könyvet, olvasgat, lapozgat benne. S hát az van írva szép tündérbetükkel, hogy a tizenkét kecske a hét szépségű király elvitte a kecskebakvárába. Ottan letették a várnak a 77. szobájában. Kecskebak anyja elaltatta örökre, s fel sem ébred soha, míg olyan ember nem vetődik oda, aki a tündérigékkel szól hozzá. Hiszen Bandinak sem kellett egyéb. Megfordult, s ment egyenesen a hét szépségű királykisasszony apjának az udvarába. A király már kihirdette országvilágszerte, hogy annak adja a lányács egész királyságát, aki visszahozza. Próbálták azt királyfik, hercegek, minden rendű és rangú legények, de egy sem találta meg az étszépségű király kisasszonyt. Pedig bejárták az egész világot. Keresték víz alatt, föld alatt, keresték a levegőjékben, keresték mindenütt, nem akadtak a nyomára. Akkor ért a király udvarába Bandi, s ajánlotta magát, hogy ő egy élete, egy halála, de valahol a király kisasszonyt megtalálja. Jó van, fiam, mondotta a király. Kilencen-en már megpróbálták, s nem találták. Te vagy a századik. Hát, ha neked szolgál a szerencse. Adott a király alája aranyszőrű paripát, a legszebbet a méneséből. Ezüstöt, aranyat elegendőt, hogy ne legyen pénzben hiányossága. Elindult Bandi, repült az aranyszőrű paripával, mint a madár. Hetedik nap megérkezik a kecskebakvárához, s hát uram teremtőm, volt azon kapu száz is, ajtó ezer is, de egyen sem volt kilincs. Megáll Bandi egy ajtó előtt, s mondja, Gingalló szent ajtó, nyílj fel magadtól! s fölnyílt nem csak az ajtó, amely előtt állott, fölnyílt a többi is. Fölnyíltak a kapuk is, megvilágosodott az egész palota, ragyogott, tündökölt, mint a gyémánt, minden szeglete. Aztán elindult, s ment végig a szobákon, be a hetvenhetedikbe. Ottan feküdt a király kisasszony aranyoszójában. Fehér volt, mint a liliom, de olyan szép, mintha nem hét, de 77 szép lányból szőtték, fonták volna össze. Bandi megállott a nyoszolja előtt, rávetette a szemét a hétszépségű szépségű királykisasszonyra, s mondotta csendesen. Kingalló szent ajtó, kelj föl És S ím egyszeribe fölnyitotta a szemét a hétszépségű szépségű királykisasszony. Reánézett, arca szeme mosolygott, aztán fölkelt a nyosolyából, megölelt a legényt, s mondotta lelkes szóval. Te leszel az én hites párom! Mindjárt fölkaptak az aranyszűrű paripára, s meg sem állottak hazáig. De volt otthon öröm. Istenem, de milyen nagy! Egyszerűen papot hivattak, a fiatalok összeesküdtek, lakodalom után tojáshajba kerekedtek, a tiszán leereszkedtek. Tisza partján egy helyt kikötöttek, s addig jártak-keltek, míg a bandi apjács anyját meg nem találták. Vitték magukkal az országukba. Bezzeg azután jó volt a dolguk, sóra fára nem volt gondjuk. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.